Ágnes képviselőasszony jelentkezett napirend előtti felszólalásra. Parancsoljon képviselőasszony. Tisztelt ház! Súlyos megszorításokon van túl az ország. Ezek jelentős része a lakhatást, az emberek otthonhoz való jogát érintette. Önök az Orbán csomag részeként elvették a lakhatási támogatást, jövőre már nem lesz ilyen béren kívüli juttatás. Önök az Orbán csomag részeként elvették a kedvezményes lakásáfát, azt csak a fideszes építési vállalkozóknak hagyták meg. Önök az Orbán csomag részeként elvették a lakástakarékok állami támogatását is. Ha valaki kimaxolta a lakáskasszát, az 10 év alatt összesen 720 ezer forintot kapott az államtól, természetesen komoly önerő után kifizetve. Önök ennyit is sajnáltak a magyar adófizető. És akkor megemlíthetnénk a devizahitel tartozások és a közüzemi tartozások miatt kilakoltatott családokat, vagy éppen az önök által üldözött hajléktalanokat, akik szintén, hát legalábbis azt tudjuk mondani, hogy nem olyan körülmények között élnek, ami a mi ízlésünknek megfelel, Rétvári államtitkár úrnak nyilván megfelel. A maguk híres csokja pedig inkább halálos, mint felvehető. Ehhez képest mit hallunk a határon túlról? Hogy önök fejenként 3 millió 300 ezer forintot adnak a Vajdaságban házvásárlásra. Nem 10 év alatt, hanem egyben, mindenfajta önerő és előtakarékosság nélkül. Mindezt úgy, hogy azt a sokszor 3 millió 300 ezer forintot fejenként. Nem a határon túliak fizetik be az államkasszába, hanem mi, magyar adófizetők. A mi pénzünkből sajnálják a 720 ezer forintot 10 év alatt a magyar állampolgároknak, de a mi pénzünkből nem sajnálok 3 millió 300 ezer forintot egyben kifizetni a határon túliaknak, akik ebbe egy fillért nem adnak be. Hogy van ez, képviselőtársaim? Kinek a képviselői önök? Arra válaszoljanak, hogy miért ér egy Magyarországon élő magyar adófizető polgár lakhatása ötöd annyit, mint egy olyan kettős állampolgáré, aki soha nem élt Magyarországon. Erre válaszoljanak, képviselőtársaim. Miért érünk kevesebbet, mint a határon túliak, mikor a mi pénzünkből él a magyar állam? Miért érünk kevesebbet a saját országunkban azoknál, akik nem élnek itt? Vagy csak az a helyzet, hogy fölment a határon túli magyar szavazatok ára, árfolyama. Most már 3 millió 300 ezer forintot kell fizetni. Mert nem mondják nekem, képviselőtársaim, hogy ez és az összes többi ilyen lépésük nem szavazatvásárlás. A magyar adófizető dolgozik. Európában szinte a legtöbbet egy nap, és az egyik legalacsonyabb bérért. A béréből levonják Európa egyik legmagasabb munkát terhelő adóját, és aztán elküldik a határon túlra. A magyar adófizető dolgozik, adózik, de az, hogy hol fog lakni, önöket nem érdekli. Inkább vesznek a pénzén határon túli szavazatot. Ezért adózzunk, képviselőtársaim. Ezért fizessük a 27%-os áfát, meg a 15%-os esziát, meg a 30-valahány külön adót, amit 2010 óta kitaláltak, hogy a pénzt kiküldjék az országból. Képviselőtársaim, én a magyar adófizetőket képviselem. Önök viszont nem képviselik a magyar adófizetőket. Önöknek csak a pénzük a pénzünkkel. És nagyon kérem, ne jöjjenek azzal, hogy önök mekkora nagy nemzeti turbó magyarok. Mert ezt pontosan láthatták az Ukrajnában élő magyarok. Önök simán végignézték azt, ahogyan az orosz titkosszolgálat megszerzi a kettős állampolgárok adatait, ami aztán oda került az ukrán nacionalistákhoz, az ukrán szélsőségesekhez. Ma ők listázzák az ott élő magyarokat, és már megjelentek a magyar ellenes óriás plakátok is. Önök pedig csak állnak, néznek, és a Kárpát-medence kellős közepéről rázzák az öklüket, mert azt gondolják, hogy ezzel majd megoldható ez a probléma. Mondjanak egyetlen egy olyan alkalmat, amikor a mi politikánknak köszönhetően, a mi kormányzásunk alatt bármikor ilyen veszélybe sodródtak a határon túli magyarok. Nem tudnak ilyet mondani, képviselőtársaim. Úgyhogy nagyon-nagyon kérem önöket, hogy tartsák meg maguknak az üres lózunkjainkat, és inkább válaszoljanak. Miért ér kevesebbet egy magyar adófizető, mint egy olyan magyar ember, vagy egy olyan ember, mert nem tudjuk, hogy egyáltalán magyar, hiszen adtak olyannak is állampolgárságot, aki semmiféle magyar felmenővel nem rendelkezett, és magyarul sem beszél, aki soha nem élt itt. És miért vagyunk alsóbbrendűbbek a saját hazánkban? Ha önök nem így gondolják, mert én ezt el tudom képzelni önökről, hogy ezt nem így gondolják, akkor fizessenek minden magyar adófizetőnek fejenként 3 millió 300 ezer forintot házvásárlásra egy összegben önerő nélkül. Lássunk, érünk-e annyit, mint bárki más ezen a világon. Ha önök két nap alatt el tudnak intézni egy ilyet, már pedig el tudtak ilyet intézni, hiszen láttuk, hogy a lakáskasszákat hogyan szántották be, akkor bizonyítsák most be, hogy erre is képesek, és hogy az itt élő magyarok nem érnek az önök szemében kevesebbet, mint a határon túliak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony.
Képviselőasszony elhangzott napi rendelőti felszólalására a kormány nevében Dömötör Csaba államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőasszony, több dolgot említett. Az orosz titkosszolgálatot az önök kormányzása idején engedték be magyar intézményekbe. Ez a vonatkozó eljárásokból egyébként ki is derült. Ön sem azt mondja, hogy nem történt meg ezek szerint, tehát ön is nagyon jól tudja, hogy megtörtént. Az otthonteremtési programmal kapcsolatban sajnálom, hogy nem olvasta a híreket. Ez a program ugye már több mint 90 ezer családnak nyújtott segítséget. Az áfa csökkentési programra továbbra is lesz lehetőség annak igénybevételére. Éppen a napokban nyilatkozott erről a miniszter. A két gyerekesek számára bővül az otthonteremtési program, és további bővítése várható az otthonteremtési programnak, attól is függően egyébként, hogy milyen eredményeket hoz a most indított nemzeti konzultáció. Ami éppen ennyire fontos. Nagyon sajnálom, hogy a legrosszabb 2004-es hagyományokat folytatják akkor, amikor újra agresszívan rátámadnak a külhoni magyarokra. Hogyha a sok példa közül egyet kellene mondanom, hogy mikor támadtak rá önök a határon túli magyarokra, akkor egyet mondanék 2004. decemberében. Mindannyian emlékszünk erre. És azóta is folyamatosan. Érdeklődéssel hallgattuk végig a felszólalását. Ezekben általában három közös dolog van. Egyrészt elvitatják az ország eredményeit, közpénzek ügyében számon kérik a kormányt, és egyébként a demokrácia ügyében is. Most ami az adófizetést illeti, ön erre hivatkozott. A kormány nyitott minden javaslatra, minden megélhetést érintő javaslatra, de önöktől ilyet nem nagyon hallunk, de azért hadd kérdezzem meg, hogy nem az önök kormánya volt az, amelyik IMF lélegeztetőgépre kötötte ezt az országot, amely idejében elszabadult a devizahitelezés? Hát önök kergettek több százezer magyar családot adósságcsapdába. Önök eltöröltek egy otthonteremtési programot, lecsökkentették a gyed és a gyes időtartamát, elvettek egy havi bért, és mindemellett többszörösére emelték az energiaárakat. És az önök szociális érzékenységét, mert hogyha jól értem, akkor ön erre hivatkozik, jó jelzi az, hogy több százezren kerültek utcára a baloldali kormányzás idején. Az ország több részén bezártak kórházakat és iskolákat is, miközben az egészségügyet meg fizetősé tették volna. És az egészről mindeközben azt állították, hogy ez nem is megszorítás, hanem a gazdaság dinamizálása. Önök állították ezt. Ami a közpénzeket illeti, hogy ezek hova mennek. Szerencsére a magyar gazdaság már annyira stabilan áll a lábán, hogy a külhoni közösségeket is tudja támogatni, illetve az otthonteremtési programot is tudja bővíteni. És egyébként meg azon gondolkozunk, hogy hogyan kérhetnek azok számon, akik gyakorlatilag bagóért elherdálták a nemzeti vagyont. Hogyha önökön múlt volna, akkor nem lenne ma Magyarországon egyetlen olyan közepes vagy annál nagyobb vállalat, amelyik meg tud állni a saját lábán. Önök mindent elprivatizáltak volna, hogyha még egy kis lehetőséget kapnak. És az ön főnökének, Gyurcsány Ferencnek arra azért volt figyelme, hogy a saját cége számára kedvezményes áramot biztosítson. Ezzel szemben a jelenlegi kormány ideje alatt több ezer milliárd forinttal nőtt a magyar állami vagyon. És utoljára a magyar demokráciáról, mert ezt is gyakran említik, mi nagyon nehezen fogadunk el demokráciából leckéket azoktól, akik miután elfogyott a társadalmi támogatottságuk, kordonnal vették körbe a Kossuth teret, a parlamentet, akik békés tüntetőkbe lőttek, azután még annyit sem mondtak, hogy bocsánat, de a felelősöket kitüntették, akik még most is képesek megszavazni egy Magyarország elleni jelentést Brüsszelben, és akik még a legutóbbi kampányukban is képesek voltak arra a gyalázatra, hogy magyart uszítsanak magyar ellen. De ami éppennyire fontos, tisztelt képviselőasszony, várjuk képviselő úr! Morális kérdésekben semmiféle kioktatást nem fogadunk el azoktól, akik az eget is lehazudták akkor, amikor kormányoztak, reggel, délben, meg este. Úgyhogy azt javaslom önöknek, hogy hallgassák meg újra az összödi beszédet, és gondolkozzanak azon, hogy miért jutottak el ide az 5% körüli támogatottság környékére. Egy dolgot minden esetre kérünk önöktől, egyetlen egy dolgot.
Nem kell mindenben egyetértenünk, ha jól látom, ez a veszély nem is fenyeget, de egy dolgot kérünk, legalább a külhoni magyar közösséget ne támadják, ne uszítsanak magyart a magyar ellen. Köszönöm, hogy meghallgatott. Köszönöm szépen.